A Dunaharaszti Kempó Sport Egyesület milyen rendezvényeken, programokon vett részt április óta? Üdvözlöm a nézőket, köszönöm a lehetőséget. Nagyon jó kezdés, egy kicsit csinálunk egy kis visszatérést. Nagyon jó kezdés, ugye már a Düske Kupa óta. Utána egy kis ellentmondásos volt az életünk, mert itt voltak ugye nyert meccsek is, és voltak ugye elvesztett ilyen mérkőzések is. Itt már ugye beszélgetünk már sokszor, rengeteg a programunk. Tagjai vagyunk a Magyar Kempó Szövetségnek is, és a Országos Kempó Szövetségnek is tagjai vagyunk, és mindenféle versenyre elmegyünk, ami megmérettetünk, ahol ugye lehet a mi szabályrendszer kereténk ugye között. Másfajta szabályrendszereket is ugye fölvállalunk. Ilyen volt az első országos MMA magyar bajnokság első fordulója, ahol két srácommal vettem részt, egy kisgyerekkel, Juhász Soma révén, 11 évesen, és egy új srácom van, aki kramaga instruktor is egyben, és az is egy másfajta harcművészet. Most más harcművészetnek az oktatói is ugye lejárnak hozzám tanulni, ugyanis én sok ugye szemináriumon ugye vettem részt, és akkor mind ilyen nagyobb mestereket is oktattam, és ez egy ilyen srác, és nem is egy olyan, hanem kettő kramaga instruktor ugye jár hozzám. Mindazonáltal egy capoeira oktató is jár hozzám, és egy kettleben instruktor is jár hozzám. Szóval ez megtiszteltetésért az utóbbi időben. Na mindegy, és ez az országos MMA magyar bajnokság azért érdekes, mert itt gyerekkategóriák is ugye elindultak. Soma, ugye kicsi tanítványunk, 11 éves nagy tehetségünk, a grapplinget meg is nyerte, és az MMA-t, ahol ugyanúgy ilyen kis kesztyűbe fejvédő nélkül ütik egymást ugye kicsik, 13 éves ellenfelével ugye alul maradt, de megállta nagyon szépen a helyét, egy ezüst és egy aranyéremmel a tarsójába. Topánka Szilárd, ugye a kramagás tanítványom, hát ő gyönyörűen szerepelt, őt már az előző műsorokban látták a nézők. Hát úgy gyönyörűen hozta azt a félperces, 3-1 perces győzelmét, amit ugye szokott, rárontott az ellenfelére, és rögtön az első másodpercekben kiütötte őt. Ez volt az egyik megmérettetés. A másik, ugye a Kempó Világkupa Juhász Ferenc emlékverseny volt Szászalombattán, ott ismét fiatalokat, inkább fiatalokat vittem a ringbe, ifjúsági korcsoport volt ez, 15 éves, 16 éves tanítványok, Bogárdi Márk, ő is egy vidéki srác, aki itten jár iskolába, de vidékre való, pontosabban Csermei, az ugye Borsod megyében van, és Adamko Ferenc Alsónémediből, ő is elindítottam ezen a ugye megmérettetésen, és László Zsolt, aki helyi úriember. László Zsolti a profi között indult a kategóriába, a harmadik helyezést ért el, bronzérmet ért el. A nevére ez legyen mondva, hogy az első helyezettet végül is, aki vakú válogatott, azt én szerintem pontozás alapján megverte. A bírók elnézték ezt a mérkőzést, több ilyen volt már az életünkben, több ilyen. Ezt a mérkőzést szerintem Zsolti nyerte meg, és így aranyérmes lehetett volna. Mind a két fiatal srácom, ugye Adamko Feri is, és Bogárdi Márk tanítványom is ezüstérmet ért el, győztes meccset abszorválva, tehát ők nekik ugye többen voltak, győzniük kellett a döntőbe jutásért, a döntőbe viszont mind a kettő alul maradt ellenfelébe szemben. Ennek a világkupának a kilétéről annyit, hogy azt hiszem kilenc ország nevezett. Inkább a pénteki szombati napon
voltak a vasárnapi napi zingában, a magyar mezőnyben, ahol volt a full kontakt, A kategória, B kategória és amatőr MMA ezen a Kempó világkupán. Utána jött a tanítványaimnak a nagy megmérettetés végül is. Ezen a világkupán az első, úgymond az első vonalat nem tudtam indítani, mert ők készültek a antaljai török világbajnokságra. Ott a világbajnokságon rettentően, a rendkívül nagy mezőny várta a fiainkat. Hát ugye 30 országból ugye neveztek, egész héten ment az a világbajnokság. Szombat Patrik sajnos az első fordulóba kiesett, Kádi Dávid szintén az első fordulóba kiesett, és ugyanez volt Sós Tibivel is, Sós Tibor is az első fordulóba kiesett. Megmondom őszintén, a felvételek alapján néztem a felvételeket, hát nagyon lejt a pálya, mondjuk, az igaz, az szent, nagyon lejt a pálya, de ők akkor, úgyhogy én nem voltam kint velük, így nem tudtak nyerni. A szövetség nem tudott ugye kivéni engem, mint edzőt, én készítettem fel a full contact válogatottat is, erre a megmérettetésre, volt is azok közül, akik fölkészítettem, aranyérmes, csak ugye más klubból voltak, volt kettő is, fiatal korcsoportban. László Zsolt viszont megfogott egy harmadik helyezést, egy bronzérmet az utolsó napon, és ennek viszont rettetlen örülünk, hogy mégis azért az eltelt munka, eltökélt munka, eltöltött ilyen rettető sok meló nem fölért egy legalább egy bronzéremmel. Ő román ellenfelét győzve le úgy jutott az elődöntőbe viszont alul maradt. Szintén bírói döntés miatt feléptették. Nem voltam ott, ugye megkérdeztem ugye a szakvezetőket, hogy mi volt erről a véleményük. A szakvezetők azt mondták, hogy egyértelmű volt, viszont a tanítványok, akik így voltak, és látták, azt mondták, hogy nem. Nem volt egyértelmű ez a leléptetés. Ismét azt lehetett mondani, hogy én nekik hiszek, ismét azt lehetett mondani, hogy a pálya az lefelé ment nekünk. Viszont a bronzéremet rettenten örültünk. Úgyhogy László Zsolt bronzérmes lett a világbajnokságon. Hogy lehet az, hogy egy nemzetközi versenyen nem kíséri el a csapatot, az edzőjét? Tehát ez nem olyan, mint hogy egy osztálykirendulás nem kísérné el a diákokat a tanár. Hogy lehet az, hogy így nem mehettél velük? Elmehettem volna velük, hogy kifizetem a repülőutat. De most én nem voltam abban a helyzetben, hogy most erre kifizessek ki 230-250 ezer forintot. Megmondom őszintén. Ez nem... ugye futball. Tehát a szövetségnek ilyen szűkös keretei vannak? A szövetség 30 embert tudott kivéni, ugye fizetősen, amúgy aztán 50-en voltak kint, tehát többen voltak kint. Voltak olyanok kint, akiknek nem kellett volna kint lennie, és voltak, itthon maradtak olyanok, akiknek viszont mennie kellett. Tehát ez egy döntés volt. Én amit tudtam, azt ugye beleraktam, az őket fölkészítettem és elküldtem. Amit tudtam, én kihoztam belőlük, amit lehetett. A munkáról annyit, hogy mit mondottam, volt aranyérmesünk az országnak, és főképp befolyásolja az én munkámat és az én felkészítésem erre. A felkészülés már elkezdtük január második felébe erre a világban, és ez április végén volt, április utolsó ugye hétvége előtti héten. Ez a felkészülést a válogatottam elkezdtük már január második felében, és minden két héten keresztül ugye volt felkészülés. Voltak olyan klubok, akik a BVSC, meg is említem, a BVSC Kempó szakosztálya, akik segített is, mivel őnáluk voltak, a BVSC-ben volt a felkészítés, és őnáluk, és megköszönöm így ezután Kukker Zolinak, a Szabó Zoltánnak, az edzőnek, a BVSC-nek a vezető edzőjének a segítséget, hogy a klubját oda is adta. A BVSC szakosztály volt az, akik partnerünk voltak, edzőpartnereink voltak edzőjükbe, és ez rettenetesen fontos volt. Más, hogyha egy, mit tudom, egy 20 fő edz, és más, hogyha egy 40 fős társaság is van, emberanyag lecserélni, és ezáltal kitűnő munkát végeztünk. Tovább folytatva, májusban milyen programok voltak?
Májusban pápára mentünk, egy kettleszarc gála volt, de előtte egy lakásfelszerelési áruházban volt egy Sorosnál egy bemutatónk, ami rettentően sikerült, és utána... Mármint, hogy rettentően jól. Rettentően jól sikerült, és akkor utána Horvátországba mentünk. Próbáltam ugye Szlovákia felé is, Horvátország felé és Románia felé is ugye versenyek után érdeklődni, és ez egy olyan verseny volt, ahol megtiszteltetés ért minket, mert egy új csapat kihívott Nagycébe, és ott szerepeltünk. Az vele közelebb. Hogyan folytatódik a nyár egyébként? Az egyesület számára vannak edzések? Folyamatosan még edzünk. Tehát még akkor is edzünk, amikor Vámás alszik. Edzőtábor. Azt hiszem edzőtáborból lesz kettő. Júliusban lesz Ajdúszoboszlón ketrecharc. Július, augusztusban lesz a Skytech ketrecharc, a Siófoké Beachhouse-on, tehát az még tárgyalások lesznek róla. Ott én is ketrecbe lépek. Június 22-én lesz a közgyűlés, és akkor ott majd minden az összes szövetségi vezető ott lesz. Azok az egyesületek, akik számítanak, azoknak a vezetői is ott lesznek, és akkor közösen fogjuk majd a programot ugye megbeszélni. Hát a program az van, ugye rettentően júliusban, augusztusban, szeptemberben ugye három megmerítetés is, küzdelmek éjszakája itt Dunaharasztén szeptember 11-én. Októberben, novemberben vég lesz. Szerintem annyi verseny lesz, hogy annyi küzdőt nem is fog majd összeszedni. Akkor visszatérünk majd ezzel a horvátországi utazással. Köszönöm szépen. Mi köszönjük.